Kis Ferenc polgármester vezetésével Tarnaméren is megalakult a képviselőtestület. Az új polgármester és a képviselőtestület tagjai letették esküjüket. Az alakuló ülésen Szabó Zsolt, térségünk országgyűlési képviselője is részt vett. Egy nagyon aktív csapatnak tűnik, nagyon sok fiatal van benne. A polgármester úr is a 6 tagú képviselőtestület harmóniába egyetért a különböző feladatok ellátásába. A mai alakuló ülés is problémamentesen, hiba nélkül zajlott le, ennek kimondottan örülök. Tarnaméra fejlődése érdekében akár a település fejlesztési és a közösségépítési koncepciókat illetően is fordulhatnak az országgyűlési képviselőhöz, aki, mint mondta, maximálisan támogatja a munkájukat. Rendelkezésre állok, amennyi igény csak van, abban mindegyikben kiemelten fogok ráfigyelni, ezt ígérem. Minden esély megvan arra, hogy egy együttműködő jó testület legyen, megkezdték a munkát, bízunk benne, hogy ez sokáig így fog lenni, és hát nagyon jó munkát kívánok a következő 5 évre, kreatív gondolkodás, kitartó feladatokat, és az, hogy minden reggel úgy keljenek fel, hogy mit tudok tenni a szeretett szülőföldemért. A közös munka tehát Tarnaméra további fejlődéséért a kezdetét vette.